Orbán Gyurcsány, Gyurcsány Orbán 10 évvel ezelőtt vitatkozott a két miniszterelnök jelölt egymással a televízió nyilvánossága 4 millió ember szeme látta előtt, és utána kiderült, hogy ki a győztes, kiderült, hogy azt a vitát Gyurcsány Ferenc nyerte meg. Tartja magát az a vélekedés, hogy mind a mai napig Orbán Viktort azért nem lehet televíziós vitára rávenni, mert azt a tanulságot, azt a tapasztalatot azóta sem heverte ki. Hát kérdem erről az urakat, hogy igaz lehet ez az állítás, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy Orbán Viktornak sem 2010-ben, sem 2014-ben nem volt szüksége ilyen vitára. Hát vannak olyan emberek, akik tudják, hogy Orbán Viktor hogyan gondolkodik 10 év távlatából is, és kétszer is bemondtad ezt az állítást az elmúlt percekben, de... Az előbb a kercsinálás kedvéért, más most de, pedig azért, hogy hát, ha valaki nem... De komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy abból tudunk inkább kiindulni, hogy itt a műfaj iránt érezhet inkább szkepszist az, aki... Na, de korábban nem érezte. Hát azért, mert korábban működhetett ez a maga módján, de Gyurcsány Ferenc személyisége, aki már megbeszéltük az előző fél időben, hogy sokszor agresszív pszichológiai eszközökkel próbálta. Álljunk meg ennél, megbeszéltetek róla, és kettő-kettő arányba azt mondtuk, hogy ami nektek agresszív. Enyhén mérsékelt agresszivitást. Fél időben kiosztáltak a döntetet erre. Jó, támadó szelleműnek is akkor nem lesz. Ez is egy stílus, hogy olyasmire visszatérni, amiben nem állapodtunk meg, mint evidenciára. Bocsánat, akkor számomra agresszívnek tűnt a stílusa Gyurcsány Ferencnek. Szóval a műfaj iránt ez egy komoly csalódást okozhatott. Ezt hogyan tudjuk? Hát szerintem ez a lehet az értelmezése, hogy miért az elmúlt 10 évben azt mondod, hogy az emberek számára, vagy legalábbis azt utalod, hogy a többségi társadalmi politikát követők számára ez azt akartuk megfejteni, hogy miért nem volt az elmúlt 10 évben miniszterelnök jelölti vita, és erre mondom én azt, ez az én személyes elemzői véleményem, hogy mi alapozod ezt a véleményet? Hát arra, hogy ebben a vitában, ahogy már előbb is mondtam, olyan állításokat fogalmazott meg a hivatalban lévő miniszterelnök, amikről pár nap, pár héttel később kiderült, hogy konkrétan nem igazak, és erre ez a vita szituáció nem volt alkalmas. Hiába mondta azt Orbán Viktor, hogy nem igaz, amit Gyurcsány Ferenc mond, ő azt mondta, hogy igaz, és a választás az utáni helyzetnek kellett megvárni ahhoz, hogy kiderüljön, az hogy mégiscsak hazudott Gyurcsány Ferenc. Az összedi kiszivárogtatása arra tanította meg Orbán Viktort, hogy nem szabad miniszterelnök jelölti vitákba belebonyolódni. Nincs haszna egy olyan miniszterelnöki vitának, amiben nincsen kontroll lehetősége a hazugságnak. Amúgy a vitát azért szokták preferálni, mert elvileg a másik fél a mi személyben, hadd mondjam végig. Ez a kontrollpozíció mi volt 98-ban és 2002-ben? Legyen kontrollált ez a vita is. Nem, 3 percig nem fogok beszélni, de hadd mondjam végig. Tehát ha nincsen olyan kontroll lehetőség, amikor a másik fél számon kérheti a véleményét a vitatkozó félnek, és kiderülhet objektíven, hogy valaki igazat mond vagy sem, márpedig 2006-ban nem volt ilyen kontroll lehetőség, sem a költségvetési adatokkal, sem a vízidíj ügyében, akkor értelmetlen ez a műfaj, mert a vitának pont ez lenne a haszna, hogy kiderüljön, hogy ki mond igazat. Az a helyzet, hogy ugye te is tudod, az ígéretkutatás, mint létező irány és politikatudományban ismert iskola, ha és amennyiben az ígéretek teljesítése felől néznénk meg azt, hogy indokoltak-e és lehetségesek és szükségesek-e a nyílt politikai viták, akkor értelemszerűen mind a ketten, mind a négyen felálltunk és kimentünk, mert ránk sincsen nagyon szükség ebbe a dologba. Tehát azt állítani, hogy 98 és 2002-ben, vagy azt állítani, hogy bármilyen miniszterelnök jelölti vitában, vagy elnöki vitákban, más országokban ezek a kontrollmechanizmusok egy ilyen térben léteznek, és a politikusi szereplő azt mondja, hogy bocsánat, most nem fogok igazat mondani, vagy legalábbis az állításomat nem tudom most éppen bizonyítani. Mondok erőset, csak hogy értsd, mire gondolok. Szerintem az amerikai elnök választási vitáknak a haszna is nagyon mérsékelt. Ripacskodásról szól. Így már kezdem érteni, amit mondasz. Nagyon sok esetben. Sajnos az derül ki, hogy a média demokráciában sokkal fontosabb az, hogy ki milyen színészi teljesítményt nyújt, és nem a tartalomról szól. Márpedig mégiscsak az ország jövőbeli sorsáról, a leendő vezetőről és annak a programjáról kellene a tudomány szerint szólni ennek a vitának, és ez a vita 2006-ban egész biztosan nem szolgálta ezt. Egyrészt, másrészt még azt gyorsan hagytam hozzá, hogy most azt próbálják megfejteni, hogy Orbán Viktor miért nem akart vitázni az utóbbi időben. Hát ezt a politológusok azóta próbálják megfejteni, kiderült, hogy 2010-ben már nem lesz vita. Bocsánat, azért 2014-ben Orbán Viktor már megmondta, hogy miért nem akar vitázni. 2014-ben egy újságíró kérdésre válaszolva azt mondta, hogy más nem akarja felhasználni az ellenzék, tehát az ő kihívói abban a pozícióban, mint hogy őt ócsárolják. És éppen ezért ezt máshol meg tudják tenni. Ő nem áll egy ilyen
bocsánat, agresszív támadás elég. Jó, jó. Szóval... Amit én agresszívnak vélnék, ilyen támadás elég Orbán Viktor ezek nem áll. Szerint akkor 2006-ban volt, abban talán egyet fogunk érteni, egy túlszabályozott, egy aprólékosan szabályozott dolog. Hát akkor 2010-ben és 2014-ben ugyanilyen aprólékosan szabályozott dolog nyugodtan lehetett volna, ha pánik van az ócsárolásra, hogy ki ócsárol, mit, legyen szíves az Egon, hívjon meg bennünket néhány beszélgetést. De közben én azon töprengek minden meghíváson túl örömmel is bármikor, igen, hogy hát van olyan ellenzék, van olyan kihívó, aki idézőjelben nem ócsárolja a kihívottat, hát, a miniszterelnök. 2006-ban láttunk egy kihívót, aki nem ócsárolta a másik felet. Pont az lett volna, hát, mint a ócsárolás volt a programájuk meg a menet. Hát 2006-ban az egyetlen Orbáni stratégia, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, és minden elemző megírta, hogy ez 2010-ben ez a duma bejött, 2006-ban becsődött. De magában a vitában nem volt ez a hozzáállása a miniszterelnöknek. Hát ez az ócsállás, hogy itt 4 év lezárnott, és rosszabbul élünk. A vitában is rosszabbul élünk. Azt a 4 évet a baloldal is megsporolhatta volna magának. Szóval úgy tűnik ebben győzelemmel szerzett. Hát most akkor ki ócsállott? Az Orbán. Ha valaki ócsállott, hogy 4 év, rosszabbul élünk, hogy 4 éve, mi ez, ha nem ócsállás? A kampány az kétségéről a kormánynak a támadásáról szólt, mert erről kell, hogy szóljon egyébként az ellenzék szempontjából. Orbán mit ugyanezt mondta 2014-ben, de ő azt is mondta 2014-ben, hogy 1000 másik fóruma van az ellenzéknek, ő nem tesz, minek tegye ki magát, hogy aztán még személyesen is megtámadják, mert esetleg jó sokat. Hát arról szól a demokrácia, hogy megtámadják a miniszterelnököt. Parlament, ahol egyébként Orbán Viktor bebizonyítja hónapról hónapra, hogy tökéletes debatőr. Talán egyébként ugyanazt a szerepet csinálja, mely szerepet akkor és ott nem vett föl. Így van. Csak mert úgy tűnik, mint most úgy, utolsó 2 perc úgy tűnt nekem, hogy Orbán Viktor egy kifejezetten szelíd beszédmódot mindig mérsékelten fogalmazó politikus, aki nem szokott mi és őkben beszélni, nem szokott kizárásos módon beszélni, nem szokott konfliktusorientáltan beszélni, hogyha valami erénye pont egyébként politikailag erénye, legalábbis ami az elismerést hozza neki, megint csak objektív kritériumok kell annak a támogatottság és sikeresség, akkor ez pont ez a konfliktusorientált beszédmód. Nézd, ez a klasszikus, tehát ha én azt akarom, hogy engem utáljanak, akkor elmegyek egy Dózsa meccsre, egy Dózsa Fradira. Mert az ellentábor, az biztosan, hogy a nagyon-nagyon szép helyekre fog elküldeni. Mint egy kicsit messzire jutottunk volna. Nem, ez ugyanaz a történet, mert azért Orbán Viktor nem fog kiállni egy ilyen vitára, hogy aztán csak olyan vitál áll ki, amelyik dicsérik? Hát micsoda. Na, de hát... A demokrácia akkor nem menne be a parlamentbe, mert azért nem szokott csak dicséretet. Na, de viszont mellé beszélünk. Arról beszélünk, hogy miért nem volt 2010-ben és 2014-ben miniszterelnök jelölti vita. Nem azért, arról beszélünk, azért, hogy bemegy a parlamentbe, vagy nem, vagy bujkál egyébként, elbújt már a parlamentbe, ugye voltak ilyen képek, de mindegy. A parlamentbe kötelező ugye az azonnali kérdésekre válaszolni, illetve hogyha napirend előtt felszólal, akkor meg kell hallgatni az ellenzéki frakcióknak a válaszát, és arra válaszadási lehetősége van. Egyetlen egy alkalmat sem tudok, amikor a miniszterelnök etére mulasztásban. Nem beszélünk egy picit félre, kérdem tisztelettel az urakat. Arról beszélünk, hogy miért nem volt 2010-ben és 2014-ben vita, arról beszélünk. Próbáljuk megfejteni Orbán Viktor gondolkodásmódját, persze ebbe én húztalak be benneteket, de közben meg az is tény, és ezt meg a jobboldali politológusok szokták éppen elmondani, vagy a kormányhoz közel állók, hogy már önmagában ez a kifejezés is meglehetősen furcsa egy szakma tekintetében, hogy nem volt kihívója. Hogy akkor érdemes egy ilyen vitába beleereszkedni, hogyha egyértelmű, megnevezhető, precízen körülírható az, hogy ki az, aki az ő helyére tör. Miniszterelnök jelöltek, megnevezték, bocsánat. Hát igen, de az egy érvényes gondolat, egy elfogadható politikai attitűd, hogy majd, hogyha lesz egy hasonló erejű kihívó, hát majd akkor vitatkozom. Senki sem jelentette ki még sosem, de azért azt kár tagadnunk, hogy van egy aktuál politikába helyezhető
a teljesen racionális kérdésfeltevés ilyenkor, hogy nekem abban a pillanatban érdekemben elvitázni. És ez egyébként ez egy, megint csak egy teljesen legitim pártpolitikai hozzáállás, hogy azt mondja ez valaki, is egy szempont, hogy bocsánat, ez is egy szempont, csak akkor az illető ne legyen politikus, és ne legyen miniszterelnök. De miért? Ettől is politikus, nekem nincs hogy erre, hogy valamire. Akkor Horn Gyula se lehetett volna a miniszterelnök, 94-ben erről se vitatkozott, sőt, akkor az MSZP azt sem mondta meg, hogy Horn Gyula a miniszterelnök jelöltje, hanem csak listavezető volt. Tehát ilyen messzire szerintem nem menjünk. De menjünk nyugodtan, mert azért ez volt az első kormányváltás, ott több tradíció, ami később leülepedett, az még nem jelent meg. Egy képlékeny szerkezet volt, és a Horn Gyula soha nem állt ellen, mikor az Orbán kihívta 98-ban vitára, a Horn rögtön azt mondta, hogy rendben van. És 2010-ben kialakultak a dolgok. 94-ben még nem volt egy ilyen, úgyhogy... 2010-re a pártrendszer is megváltozott, tehát 2006-ban még egy két pártrendszerről beszélünk, ahol van egy hivatalban lévő és egy nagy ellenzéki kihívója. 2010-ben már legalább két oldalú ellenzék volt, illetve az LMP megjelenésével akár három oldalú. 2014-ben pedig ugye a bal oldal tovább fragmentálódott, tehát az már egy színi előadás lett volna, ha mindenki csak 10 percet beszél, már vége a műsoridőnek. Tehát tudom, hogy Bajnai Gordon mögé aztán felsorakoztak, de legalábbis egy nagyon sokrétű, nem tudom én, előadást kellett volna tartani. De én hadd utaljak még Ágosnak egy korábbi, ugyan nem így megfogalmazott megjegyzésére, hogy, és egyben válasz arra, hogy 2006-os vita tapasztalatai miért vihették arra egyébként a miniszterelnök, most a miniszterelnök, például 2010-ben vagy 2014-ben ne akarjon vitatkozni. Hát könyörgöm, hogyha valaki az ország nyilvánosság előtt, több mint 4 millió ember előtt, a szemembe hazudik, és ez ki, és végül ez kiderül róla, akkor most odaálljak még egyszer oda bárkivel szemben egyébként, még ha a lehető legjobb jobb indulatú vagyok az ellenfelemmel szemben. Legyünk jó indulatúak, és ne kezdjünk el a vitatkozni, hogy Orbán hányszor hazudott, és hányszor bizonyították be rá, hogy hazudott. Jó, tételezzük fel, hogy így van, de ne. És ezért mondom, semmi értelme nincsen hazugságokat hallgatni a tévében. Az csak szórakoztatóipari jelenség. A választási kampányok ígéretei nem arról szólnak, bármennyire is kínos és kellemetlen, és ez mindannyiunkra nézve, hogy ki tud hitelesebben nagyobbat hazudni? Azért hát ez egy nagyon nagy lehetőségítés azért. Én tudom, de ettől még látunk ilyet. Nem csak Magyarországon, és nem csak a magyar politika történetében. Tehát ha megnézed a 2002-es választási kampányt, kiígért 15-16. Havi díjakat, már mindenki a végén. Én már ajánlottam, hogy remek műsorunk helyett nézzék meg a nézők magát. Ne helyette nézzék meg, utána, ha már így alakult. Bocsánat, de érdemes ebben a szemmel végighallgatni ezt a vitát, hogy amit akkor mondott Orbán Viktor, az 2010 után nagyon nagy részt megvalósította. Tehát a szakképzés megerősítése a duális képzéssel. Gyurcsány Ferenc számon kérte rajta, hogy Oroszországgal miért nem működik együtt. Ma inkább ezzel szokták vádolni, hogy együtt működik Oroszországgal. Miközben 2006 és 2010 között Gyurcsány Ferencet, hogy miért működik együtt Oroszországgal. Tehát azért ez mindig változik az üléspontnak megfelelően, nem? Az orosz gazdasági kapcsolatok erősítését az soha nem nehezményezte szerintem senki hivatalban lévő. Most viszont Gyurcsány Ferenc szankciópolitikának a kritikáját is számon kérjük. Bocsánat. Aztán a költségvetés rendberakása, az államadóság csökkentése, az adócsökkentési program, ez mind kibontakozik Orbán Viktor elmondott gondolataiból, tehát nem ennyire egyszerű, mint a kérdésben megfogalmazódott, hogy a választási kampány csupán a jól menedzselt hazugságról szól. Jó, most a jól menedzselt dolgokról beszéljünk, ugye, hogy adócsökkentés, hogy egyetlen az eszélye az egyetlen adó, ugye, hogyha az ember összeszámolja, 72-nél tartanak, akik értenek hozzá, hogy ennyi adó nem van, hogy az adó csökkent vagy nem. Szóval ezekben a játékokban nem menjünk bele, mert ez félre eltereli a dolgokat, hogy 2010 után bejött a tökéletes állapot. Csak csak azt mondtam, hogy amit ott megfogalmazott Orbán Viktor, azt első adandó alkalommal, amikor kormányra került, megcsinálta. És az oktatás állapotáról, meg annak a javításáról is nyugodtan lehetne. Hát arról egyébként most valóban hosszan, de hosszan lehetne vitatkozni. 2006-os ígéreteket ott is rémálom valósult meg az oktatásban. 2006-os ígéreteket érdemes 2016-ban számon kérni. Tehát ugye most 10 évvel később beszélgetünk a 2006-os ígéreteket.
ígéretek. De nem számon kérésről. Fontos az, hogy 2010 után hanyad részét. Nem, én ezt nem akartam mondani, én csak arra az érdekességre hívtam fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferencnek háromnapos a szavatossági ideje, politikai ígérgetés terén, Orbán Viktornak meg évtizedes. Hát Gyurcsány Ferenc hívei ezt nyilván egészen másképp látják. De az a baj, hogy én nem én sokkal konkrétabban fogalmaznék, mert igenis van relevancia annak, hogy a 2006-os a TV vitában Orbán Viktor mit képviselt és Gyurcsány Ferenc mit képviselt. Két mondat. Ugyanis Ágoson is erre utal, hogy amit Orbán Viktor akkor megígért és mondott, az 2010 és 2014 után is ugyanúgy képviseli. Ingyenes tankönyv az oktatásban, ingyenes étkezés egyetlen az iskolában. Egyetlen tankönyv lehetőség, ugye, kizárva ingyenes, mindent. Érettségi helyreállítása, duális szakképzésnek jó, a bevezetés. Ezek mind Orbán Viktor ígéretei voltak. Sajnos, ilyen rémálomszerű állapot bekövetkezett utána, de ez egy másik vita. Most 2006-ról elmegyünk arra, hogy hogyan tette tönkre az országot 2010 után Orbán Viktor. Ebbe belemegyünk, van, ebbe a vitába. Beszélhetünk erről, hogy 2010-ig volt egy lassú lecsúszás az ország történetében, és 2010 után volt egy szabad esés. Erről vitatkozhatunk, erről tömérdek adat van. Makroszámokat látott már a tanár úr? Nagyon jó makroszámokat láttunk. Nézzük meg szépen azt, hogy milyen az országnak a politikai elit elfogadottsága a World Economic Forum számai szerint. Nézzük meg azt, hogy az átláthatóság, nézzük meg a korrupciós eredményeket. Nézzük 2010 meg, után megnézhetjük, de eleve annak hozzá a konstrukciónak, hogy 2006-ban Orbán bizonyos dolgokat mondott, és hogy ez 2010 után egy tündérvilágot épített ki Magyarországon, ez egy bohóza. Ez egy bohózat. A tündérvilágot azt nem én mondtam, de elfogadjuk, hogyha nem, mert valami egyet, tehát kettőn nem értünk egyet. Ez ugyanilyen, mint a ti agresszív jelzőtök. Jó, mérsékelt tündérvilág. Senki nem gondolja azt, hogy tündérvilág van Magyarországon. Én szerintem, amiről beszélünk, hogy ebben a szerencsétlen műfajban is mégiscsak elhangzottak stratégiai elképzelések, amelyeket, amikor miniszterelnöké választották Orbán Viktort, akkor nézzük meg egy pillanatra, ezt fordítva, amit Gyurcsány Ferenc mondott most az összödi beszéd ismeretében, de akár anélkül is, az későbbi politikai céljait tekintve hasonlítanak ahhoz, amit ígért ebben a választási vitában? Nem, hát ugye én erre akartam rámutatni, hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy 2010 után az Orbán kormány mit teljesített a 2006-os vitában képviseltekhez képest, oké, akkor nézzük meg azt, hogy Gyurcsány Ferenc végül is mit ígért ott meg. Egy dolgot biztosan megígért, az, hogy nem lesz gyógyszerfelírási díj. És ezzel hazugnak nevezte és vízidíj, és még lehetne sorolni. Nem akarhat igaztalanul vádakkal választást nyerni. Ezt igen, és ehhez képest néhány héttel később bevezet. Nyugodtan menjünk el a 2008-as úgynevezett szociális népszabadzás irányába, szerintem. Ugye, hát arról nem arról hívtál bennünket, hogy 2006 helyett 2008-ról nem, de összefügg, tehát hogyha azt megvitatjuk, most, hogy Orbán Viktor ígért, hogy az betartja, akkor nyilván ez a Gyurcsány ígérete is érvényes. Sem, ez egy másik vita, és lehet nyugodtan, hogy... Tanár, hogyha egy vitában valaki azt mondja, hogy úgy hallottam, hogy be akarja vezetni a vízidíjat, valaki, aki a hivatalban lévő és utána a választás megnyeri miniszterelnök, azt mondja, hogy visszautasítom határozottan, nem akarom bevezetni a vízidíjat, ne hazudjon, majd megnyeri a választást, és bevezeti a vízidíjat, amit aztán egy népszavazáson nagyon egyértelmű elsöprő többséggel visszautasítanak a magyarok, akkor azért ez egy elég tiszta. Az a politika megbukik akkor, ez történt. Hát ez történt. A kérdés. Az a kérdés, hogy ennek a vitának ebben a formában van-e így értelme? Semmi, az égvilágos semmi értelme, hogyha azt mondom, ebben a Gyurcsány Orbán vitában elhangzik az egészségügyi bérfejlesztés, ugye például Orbán Viktor szájában, amit azonnal meg kell oldani. Nem hiszem, hogy történelem nagyon korrektül járnánk el, hogyha a 2006-os szavakat a mai napon érnénk az egészségügyi állapotain egyébként. Ő mondja, forrás kell tenni az egészségügybe. Nem hiszem, hogy bármi értelme lenne. Azt mondja Orbán Viktor a vitában, hogy a rendszerváltás befejeződött. Befejeztük a rendszerváltást, szó szerint így fogalmaz. Forrás 2010... az egészségügybe egyébként? Azt gondoltam, hogy gondolt, hogy a duális szakképzés, mert az is föl van írva, hogy forrás kell az egészségügybe. Hát ez eléggé kiszáradt forrás. Nagyon fontos. Az egészségügybe a forrásokat kórházépítés formájában, infrastruktúrális beruházásként
EU pénz. Hát én úgy gondoltam, hogy Magyarország az EU tagja, tehát az EU pénz a mi pénzünk is. Az infrastruktúrális beruházás egy egészen más kérdés, mint az orvosok fizetése. Azokat kéne megkérdezni, azokat, akik ezrével kimenekültek nyugatra, nővérek és orvosok, hogy mi a véleményük erről. Nincs Tündérországgal beegyetértettünk. Vagy bocsánat, talán... De most, hogyha az urak tudják sorolni azokat az ígéreteket, amelyeket egyik és másik fél nem tartott be, vagy nem úgy valósult meg, mint ahogy ígérték, csak dumában esetleg igen, akkor mégiscsak az igazság, hogy lehet ígérni. Ígérni az bárki tud. Az a kérdés, elhiszem-e neki egy ilyen utában? Az ember azt mondja, hogy folytatjuk programként erre célra. Igen. Ezt... Hát látod? Igen. Ugye, ezt hallottuk, ez történt vita helyett. Tovább a Lenini úton ez így volt Brezsgyernél. De ugyanaz a szellem. Hát egyre mélyebbre nyúlunk a bugyorban, ez kétségszerűen így. Ha belegondolunk abba, hogy volt szó arról, hogy lesz Budapest minisztérium, aztán azt halljuk folyamatosan, hogy hogyan harcol a kormány, a mindenkori Orbán kormány Budapestre szemben, most ugye Tarlós István is eléggé vedete szavakat fogalmazott meg a hétvégén. Ez a fajta konfliktus, ez például 2006 óta sem oldódott fel? Ez egy állandóan újra képződő konfliktus Orbán Viktor és a város között? Egyébként egyrészt igen, mert vannak érdekellentétek, másrészt ugyan ezt az eszközt, mint Budapest minisztérium nem vezették be, de 2010 óta nagyon sok elmozdulás van ebbe az irányba. Ha az egészségügy, az oktatásnak a központosítását nézzük, vagy legutóbb ugye a híveknek az államosítása és az elővárosi közlekedés államosításáról van szó. Ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy az államnak, azaz a kormánynak van felelőssége Budapest irányába is, és ne a rendszerváltozás kapcsán kialakult modell legyen, hogy az önkormányzatokra lőcsölt akkor az akkori állam minden ilyen jó, ez egy fontos feladatot. Létezik ez a folyamat, csak éppen nem minisztériumnak hívják. Azok a legnagyobb vita alapok, tehát az elővárosi közlekedés, úgymond államosítás, ez egy kényszerhelyzetnek látszik. Az, hogy az oktatás meg az egészségügyi intézmények helyzete milyen, hát ezt látjuk az utcai megmozdulásoktól a saját tapasztalatainkon keresztül. Hát de most éppen Budapest hogy, kórházat biztos, akar a biztos, hogy ez pozitív? Azon is vita van, hogy arra van-e szükség. Nem, a kérdést mindig úgy kell föltenni, hogy az önkormányzatokat mennyire tekintjük a kormányzás és vagy államigazgatás részének. És hogyha erre a válasz az, hogy az önkormányzat, ahogy a nevében is szerepel, aki saját forrásokat teremt, saját maga dönt az alátartozó kérdésekben, legyen az iskola fenntartás, vagy jó játszótér telepítés. A kérdés még egy közösségi közlekedésnél az, hogy ki tudja hatékonyabban adott keretek és források között működtetni az adott rendszert. És mi azt vélelmezzük most, hogy 2010 után olyan lépések történtek, lásd az ragyogó példát okon a klikkel, elismerem, ragyogóan működtet, óriási hatékonysággal működik. Félreértés ne essék. Ez egy legitim vita. Ez egy legitim vita, hogy kinek kell ezekkel 70. foglalkozni. Igen, hát ezért kérdeztem, hogy biztos-e, hogy sikerült. Itt a másik kérdés, ami felmerült, ugye a vízidíj. Szinte Gyurcsány Ferenc védelmére mondom, pedig hát na, nem. Pedig hogy lehetséges-e az, hogy ebben a vitában, például nem lesz vízidi, az egy őszinte mondat volt, majd jött őszöd, és, akkor és ezzel jöttek az SZDSZ-es követelések, amelyek ugye a koalíció együtttartásával gyakorlatilag Gyurcsány Ferencet számtalan ügyben zsarozták. Ez egy szép próbálkozás kérdezem, az nem, kérdezem. A vízidíj egy SZDSZ-es elképzelés volt, vagy egy MSZP-s? És mennyire volt kiszolgáltatott Gyurcsány Ferenc eszöd után? Gyurcsány Ferenc nyilatkozott a Mozgó Világ című folyóiratnak a beszélgetésében a 2006-os választások előtt. Tehát ez nem egy kívülről hát, oktroja. Nem, azt mondta, hogy lesz. Na de a vitában már azt mondta, hogy nem lesz. Hát a vitában már azt mondta, erről vitatkozunk, hogy ez nem biztos, hogy szerencsés, hogy a miniszterelnök úr az akkori hazudott. De nem arról volt szó, hogy az SZDSZ a választások után kitalálta, és akarva akaratlan Gyurcsány Ferenc lenyelte a békát, hanem arról volt szó, hogy korábban elhatározta, a vitában letagadta, majd megvalósította. Uh-huh. Kicsit olyan, hogyha be akarjuk csapni a nézőket, hogy hogyan működik a politika. Mert hogy én nem akarom becsapni. Azt feltételezzük, hogy 2006 előtt mondjuk a kormányprogram és az egyéb más vízió az ott egy hónap alatt készül, és mondjuk nem előzi meg egy hosszú egyeztetés, és nincs tisztában az a Mozgóvilág interjú utalás Gyurcsány Ferenc, hogy mi a Szabad Demokraták Szövetségének egyébként az álláspontja. Hogy a kettő között, hogy nem olyan értelmetlen a rátolása az SZDSZ-MSZP konfliktus és az egészségügy. Ugye a Sinkó Eszternek van egy kifejezetten jó írása erről, hogy hogyan, mennyiben más az MSZP belső világának az egészségügyről való érzete, és érzik, hogy ebből robbanás közeli helyzet lesz, majd hogy konfliktus, és az SZDSZ frakció ebből ezt a dolgot hogyan ítéli meg. Igen, de egyrészről az az elemzői furcsaság, hogy
Megint csak kiemeljük a történelmi kontextusba ezt a kérdést. Mint hogyha úgy vizsgáljuk a 2000, mint hogyha egy laboratóriumban vizsgálnánk ezeket a politikai lépéseket, és igazából nem jött be egy összödi, ami alapvetően változtat meg, egy válság, egy koalíciós konfliktus. Ez a lényeg, hogy az összöd előtt bekövetkezett. Abba igazad van, hogy Gyurcsány Ferenc azt tudta a 2006-os választások előtt, a szoros közvéleménykutatási eredmények miatt, hogy egyedül nem tud kormányozni. Tehát nem az MSZP egészségügyi programját képviselte ott, hanem az SZDSZ, mint egyetlen koalíciós partnerrel próbált együttműködni. És az is lehet, hogy már előre megkötötte azt a kompromisszumot, hogy az egészségügyet 2006-os választási győzelem esetén nektek adom, a ti programotokat lehet megvalósítani. A probléma az, hogy ezt letagadta, tudván, hogy abból egy vitán elszenvedett vereség következik. Átverte a választókat, azt a 4,2 milliót, akiről a tanárról beszélt. Adókapok ott is volt, meg itt ebben a műsorban is. Szerintem az a legszebb ebben a műsorban, hogy még 10 évvel ezelőtti ügyekről is így tudunk vitatkozni. Hamarosan rendszerváltozásról fogunk beszélni. Hát még az is, mert megérne egy beszélgetést, és már sok mindenről vitatkoztunk, még régebbre visszanyúlani is, és fogunk is egy hét múlva ismét ebben a műsorban. Hát valószínűleg akkor jelen idejű történésekről. Köszönöm szépen az önöknek, hogy velünk tartottak a mai estén. Önöknek természetesen ugyanezt, és jó éjszakát kívánok, viszontlátásra.